Mielőtt még belekezdenék ebbe a videóba, egy kis self-promo, mert miért ne? Szeretnéd esetleg ezt? Vagy ezt? Ne talántán ezt? Vagy akár ezt? Bármelyiket is szeretnéd, nincs más dolgot, csak feliratkozni a csatornára és a videó alatti linken megadni az e-mail címed és a YouTube felhasználó neved és a játékot, amit szeretnél. Egészen 1000 feliratkozóig 100 feliratkozónként kisorsolok egy szerencsés nézőt, aki megkaphatja álmai játékát. 1000 feliratkozónál pedig egyenesen 3, ismétlem 3 embert fogok kisorsolni, aki megkaphatja azt a játékot, amire mindig is vágyott. De bölcsen válasz. A lehetőségért iratkozz fel, mert a nyertes csak akkor kapja meg a játékot, ha szerepel a feliratkozók között. Fejeld szét azt a feliratkozás gombot! Sziasztok, kedves fiúk és kedves lányok! Hatalmas szeretettel üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Ebben a videóban be fogom mutatni nektek, hogy hogyan lehettek ti is profik a Call of Duty Mobile nevezetű játékban. Jó, tudom, én beszélek a bronz 1-es, vagy már mit tudom én milyen rangommal, mert már fél éve nem játszottam ezzel a játékkal. De szeretném megmutatni, mivel rengeteg kritikát kaptam tőletek arra, hogy PC csaló, nem tudsz játszani csak PC-n, mert hülye vagy, vagy, mit tudom én. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy jó, akkor mobilon bemutatom, hogy még mindig jelentősége van annak, amit mutattam, mindig jelentősége van annak, amit mondok. Úgyhogy megmutattam nektek azt, hogy telefonon is képes vagyok elérni egy első helyezetet Warzone-ban azzal a taktikával, amit tanítani akartam nektek, hiszen nem azon volt a hangsúly, hogy mi játszol, nem azon volt a hangsúly, hogy hogy célzol, meg hogy lősz. Egyáltalán nem ezen. Az egész Battle Royale-nak gyakorlatilag nem az a hangsúlya, hogy hogy lősz, meg hogy célzol, nem azon van a hangsúly, hanem a túlélésen, a rejtőzködésen, azon, hogy hány ellenséggel találkozol, és hogy hogyan tudsz gyakorlatilag a legvégéig túlélni ennek a játéknak, és pont ezért, nem mindegy, pont ezért teljes mértékben oda kell arra figyelni, hogy mégis hogyan játszol, milyen taktikát alkalmazol. Két fő taktikát említettem. Az egyik az az, hogy kiugrasz a kör legszélére, a másik pedig az, hogy kiugrasz a kör közepére. Hogyha a kör legszélére ugrasz, az valamivel talán izgalmasabb, mert abban az esetben ahogy haladsz a körrel, úgy végig tudod lootolni a területet, és ezáltal újabb és újabb dolgokhoz tudsz hozzájutni viszonylag rövid idő alatt. Mikor pedig a közepére beugrasz a körnek, akkor lényegében ott kell túlélned a játék végéig, azzal a loottal, ami ott van, tehát onnan nem érdemes elvándorolni. Ezért érdemes egy aféle vándorló taktikát folytatni, plusz kisebb az esélye, hogy hátba támadnak, hogyha a körrel együtt haladsz, de egyébként sajnos erre volt példa, de ezt úgyis meg fogjátok látni a meccsben. Úgyhogy akkor azt mondom, hogy vágjunk is bele, és jó szórakozást kívánok mindenkinek. Ja, és lesz egy jó pár mém a videóban, úgyhogy ne felejtsétek el végignézni. Are you sure about that?